Na, hellóztok! Sziasztok! Ja, hello! Menj el a fejed, hogy így kinézel. Hát hogy nézel ki? Van probléma? Eltakarod a nap hírét. Na, nézzük. Csak nem! Breaking news! What happened? Hát az, hogy Bencének koszos a lába itt. 20-as? Nem csak koszos, de nézd meg milyen. Koszos. Ja, azt hittem 20-as a lába. Nekem kb. Darabokra esik a lábam. Eltereled a szót a lényegről. Igen, egyébként. Á. Mi történt, emberek? Csak nem. Megérkeztek a görénymelós cuccok az MT shopba. Úgyhogy nagyon sokatok kérésére sikerült már ilyenekből is elni. És az a jó, hogy valószínűleg a Payten is ott tudnak lenni, legalábbis, hogyha tetszik nektek a dolog. Igen, viszont az fontos, hogy a pléten valószínűleg csak korlátozott számban lesznek. Szóval egyelőre online lehet szerezni az MT shopban, egyébként a leírásokban, gondolom mindenkinek a leírásában ott lesz. a link, ja. El lehet látogatni, meg lehet nézegetni őket, baromi jól néztek ki, és rengeteg minden van, szóval csak egy párat tudunk ide beszúrni, de tényleg rengeteg mindent lehet kapni, toltartótól egészen a multifunkciós ládáig, vagy táskáig. Csesz. Chestig, igen, szóval Zokni nincs. rengeteg. Zokni? Valami loot-tal zokni, ne, vagy struc-tal zokni kéne neked, mert neked egy struc-tal Jön egy zombi, szindrómád és van. meg fog titeket enni. Hát ez van. És nem estél le. Ó. Ez is egy újdonság, viszont fél életem maradt. Amúgy tök vicces, hogy ez a madár, ez így konkrétan nem tud repülni. Hát ő egy Hát madár, igen. de nem tud repülni. Amúgy meg éjszaka van, úgyhogy tök jó. Viszont közben szedjük azokat az érceket, amiket még itt hagytunk múltkor. Milyen ércekre Mert gondolsz? emlékszem, hogy maradtak még itt benn, és aztán azóta utána jártunk, hogy egy pontosabban Andi utána járt, egy kicsit alaposabb, hogy mire lesz nekünk jó a tritánium. Utána nézett, hogy mit tud ez a Metal Overdrive nevű mod, és egyszerűen elküldött nekünk egy videót. Szóval így ezt a videót elküldte, aztán azt mondta, hogy hát akkor foglalkozunk ezzel a moddal. Igen, a lényeg az, hogy lehet benne például Bazi nagy fekete lyukat. fekete lyukat építeni, ami magába szívja az egész világot. Úgyhogy szerintem foglalkozunk kellene ezzel a moddal. Jaj ne, belenéztem a szemébe. Minek? És... Enderman. Egyébként állítólag ezek a lőfegyverek is ebben a módban vannak. Igen. Igen. Szóval titániumból lehet fejleszteni, meg akár csinálni is ilyen cuccokat, lézerfegyvereket. Igen, abban lehet craftolni. Jó, hát vas az... Ja nem, itt még van egy kis titánium. Vas meg ilyenek kellenek, még nekünk szerintem abban van elég sok. Vagy szedjük ki azokat is azért. A vasból van sok. Azt találtam sokat. Ó, itt még van egy nagy adag tritánium ezen az oldalon. Én így kicsorom a szenet meg a vasat, hát most mit csináljak? Jó, akkor viszont szerintem Én most, hogy addig megvannak itt ezek az ércek. körbenézek, vagy nem tudom. Ja, lehet, hogy el kéne indulni Eltörött a valamelyik pikexem. irányba. Ó, te közben kiszedted a cuccokat, jó. Eltörött a Andi. pikex. Ez mi? Tritánium lámpa, jó, van nekünk. Érjenes hangulat megvan. Azt a dungeont megnézzük? Legalább olyan szinten, hogy csak berepülünk. Aha, Hol? hol vagy? Milyen dungeon? Hát itt a, tudod, a... A roguelike? Igen, amit a... Rémálmai vannak az embernek, amikor De hát ez... meglát egy ilyet. De ez hosszú... Ő! Nem azt mondtam, hogy csináljuk végig. Ó, szereztem egy Android kezet. De ha egyszer... Amúgy ezek mire jók? Amúgy valaki tud... Androiddel tudod magadat alakítani, és akkor onnantól kezdve az XP-det be tudod osztani ilyen különleges képességekre. Hát ez zseniális. Ez például, hogy gyorsabb leszel, több életed Még egy lesz, ok, ilyesmi. még egy ok, hogy föld alá menjünk egyébként az eső. Varus kárt elhagytuk? Nem, én most éppen fát szerek, legyen crafting table, majd tudjak csinálni kemencét, hogy legyen vasam, majd tudjak csinálni magamnak pikexet. Mert Ja. ilyen felkészült vagyok. Nekem is amúgy kellene. Mi? Pikex? Pikex, aha. Hát nekem Hát... egyelőre kőből van csak. Nekem csak a terasztinem van itt. Hamarosan lemerül egyébként. Mi az, hogy hot Itt topic egy dungeon. achievement? Nem látlak, merre mentél? Itt vagyok, látlak. Gyere! Ja, meg vagy, igen. Meg majd ott van a dungeon. Majd még Nézd! várjatok, Tényleg. én itt sütök, vasat sütök. Megvárjunk? Hop Eja. dungeon. Mindjárt, ha... kinek kell pikex? Nekem. Akkor hozok egy vas pikexet mindenkinek, ha megvártok. Na jó, Jó. megvárunk. Darázsoljuk, és nem tudok lemenni simán. Hol vagy most? De Hát most mi nem megyek a le... dungeonben vagyunk. Nem a roguelike dungeonben Nem, vagytok? gyere. Akkor? Gyere ki, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Látlak.
Itt be. Ó. Gyere. Á, ez nekem új információ. És itt vagyunk. Kukucs. Ja. És itt mi van? Itt. Fura víz, meg egy Pog Dungeon. Ja. Hát akkor halál a spannerre. Vagy ne? Halál. De, de úgyse jövünk ide-vissza, meg nem építünk bele a farmot. Van benne egy méh, vagy egy drón pontosabban. Emberek. Floppy. Mi az? Name tag. Ezek jó cuccok. Game of Life, floppy disk. A floppy-t vigyük. A Black Lotus is egyébként elég értékes. Safarinet. És akkor az ami van? Emberek. Hát azzal el lehet vinni mindenféle állatot, gondolom ismered. Safarinetet. Nem tudom, talán egyszer-kétszer használtam, de már nagyon emberek. Régen. Emberek, lootoltam egy... Atya, ég! Szemüveget. Hogy az Istenben nézel ki, veszed le? Nehogy veszem le, ez így marad. És jót érzel? Jót érzel benne? Van itt egy The Ender nevű kard, az mit, mi fánterem? Nem tudom, megütöd, kettő volt benne. És eltépézzel. Jól néz ki. Kajak eltépézek, ha megütök valamit vele? Te hogy is? Vagy hát fogalmam. Eltépézik az, amit megütök? Oké. Okay. Nem tépézik. Nem történt az égvel, de ez kemény, kemény félszívet vitt lesz, szóval nem egy erős dolog. Akkor oda, be vízbe. Na hát ez izgalmas volt. Egyébként írja, hogy mit lehet vele csinálni. Nagyobb eséllyel dob koponyákat és Ender Pearl-eket. Az tetszik. Úgyhogy szerintem azért ne dobjátok ki ide. Tehát hogy azért annál értékesebb. Hát elég szerintem abból egy, én most nem akarom összeteríteni az inventorimat. Jó, én a pók szemet ki tudom dobni és akkor föl tudom venni. Mondom, ez, én meg ezért fölszedem a szenet is. Na mindegy. Szóval... Én meg ezt a birdhouse-ot égetem el, mert itt cipelem már mióta. Tehát akkor la... akkor la... 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 a... Arusz! Le. Lecsaptak! Hajléktalan leszel. Lakatlan. Akkor lakatlan leszel. Vegyél egy lakatot. Itt még van amúgy tritánium. Ezt ki kéne szedni. Jó, tényleg. Csak nem, föld alatt tritánium. Vagy meg visszamentetek? Van föld alatt is. Bányásztam én már tritániumot. Végül is be lehetett tenni tritániumot? A tritániumot be lehetett tenni a smelterébe? Végül is? Bele lehet, viszont én single-ben, mondom, játszottam a modpack-kel, és nem tudtam kiönteni belőle. Hú, az kellemetlen. Úgyhogy szerintem ne. És jön a házamhoz. Egyébként engem most így zavar egyrészt az, hogy esik az eső, zavar másrészt az, hogy az ágyam kim van az út közepén. És zavar az, hogy ja. Az ne zavarja, hogy ja. De ez zavar az, hogy ja. Mit művelsz itt bent? Arus? Azon gondolkozok, hogy úgy ezen az asztalon... nem, de komolyan mondom, hogy ezen az asztalon nincs elég keringő madár. Ja tényleg, mi legyen a szigetnek a neve? Hát keringő madár sziget. Vagy keringő madár sziget. Ja, keringő sziget. Keringő madár kötőjel sziget. Amit ugye a madár után akartuk elnevezni. De amúgy az eredetleg ez nem hasonló csúszó madár volt? Ez az új gínei csúszó madár volt az én megfogalmazásom. Ja, de hát azóta rájöttünk, hogy nem, mert ez ja. Tud repülni, csak nem velünk. Tud repülni, csak éppen nem úgy, ahogy kéne. Hol vagytok? Most mit csináltok? Semmit, semmi. Én Gunnar vagyok itt a házban. Vagyis ez egy pelikán. Semmi produktívat. Ó, igen, esik. Lehet lopni. Mit lehet innen lopni? Magokat? Bencejnek itt vannak a magok, amiket meg szokott enni. Rossz válusz. Mekkora? Jó! Ajjaj! Véráldozat, véráldozat, véráldozat! Ne üsd le, hát egyébként is meghaltam volna. Jaj, ez nem, ez az enyém. Ezt kérem! No. Beleakadtam, a rohadt serpenyőbe beleakadtam. Szóval de ide rakjuk a szemetet? Megkaptad egyébként a Bence. Miért? A... Nem, ez nem a szemét, ide tettem az értékesebb cuccokat. Miért? Jó, akkor ide rakjuk a szemetet. Bence, nézd meg magad szembe. Na. Igen. Van egy szemüveg, igen. Dupla szemüveg. Ne, ja, csak nálam van dupla szemüveg. Neked dupla. Fú, te egyre furábban nézel ki.
Evolving, úgy hívják. Szerintem olyan vagy, mint valami, tényleg olyan, mint sámán, aki itt áldoz. Ez egy törzsi ruha egyébként az alapvarus skin. Csak az ágyon miért van itt? Jézusom! Mi ez az itt? Az mi? Mit találtatok? Nem tudom, de rohadt creepy. nem én hagytam itt, de lehet, hogy valaki így a véráldozatot helyettem. Jó, mi az Isten? Hát figyelj, fejlődik a kultista templom. Valahogy, de nézd, ez itt tökre nem passzol. Ez, meg ez a rózsaszín hány, meg ez a kis tiara ide, vagy ez kicsoda. Tiara, az miért? Hát, jó van. Lehet a csonta azért volt, nem? Tehát, hogy ez ilyen... Tehát ez egy nagyon beteg hely, hogy ilyen rózsaszín ilyen, meg rózsaszín ilyen, és egy ilyen csontvázét. Ez a hercegnőnek volt a szállása, és hát a hercegnő azóta egy kicsit megöregedett. Amúgy. Nem kerül ide a varrusz, tehát ez a kérdés, akkor mit csinált a varrusz? Nem használt elég néve a krémet. Vagy amúgy... ide volt bezárva a hercegnő, és a varrusz meg akarta menteni, csak már későn ért ide. És akkor beköltözött ide a rózsaszín ágyába. Egyébként... Várj, hogy megments őt a nagy herceg. Az android testrészekből hogy lehet androidot csinálni, ez engem még érdekelne. Te tudsz átalakulni androiddel, és kell keresni egy őrült tudóst, aki át fog alakítani téged. De csak... ezekből cuccokból az, ott. Igen, azokat a cuccokat kell odaadni neki. Őrült tudós? Mhm. Majd kell keresnünk egy falut, de azt hiszem a közelünkben van egy olyan falu. Igen, találtunk is egyébként egy olyat. Hol trollkodsz, Varus? Aha, itt vagy nálam, látom. Mit csinálsz? Amit találok. Répa van a kezedbe. Nem azt találom. Attól még répa van a kezedbe. Igen, az az ajándékom. Ó, több lett a sörös korsó. Mert ez még is hiányzott a házból, Andi. Egyébként ez jól is néz ki, nem? Megérett a banán! Még ide egy Nintendót. Komolyan? De jó, neked van banánfad. Mhm. Banánfa... hol? Ezt ja tényleg, hiszem, de az hogy lehet leszedni? Nem tudom leszedni róla. Jobb klikkel, az most éretlen. Most szedtük le az érett banánokat. Hát akkor menjünk el valamerre, amerre akarunk. Hol állt az eső? Ó, ez volt a jel? Akkor kelet felé? Aha, igen. Pont egyébként jön az éjszaka. Ja. Mennyi csúszó madár, vagyis körözött madár, köröző. Tényleg. Most jelentek meg nekem, amikor még mondtad, akkor még nem lehetett őket látni. Ezek olyan idióták, vágdassák magukat a falhoz, és úgy köröznek. Egy pillanat, lehetok meg? Ja, semmi, ott vagytok. Térképen? Ja, csak akkor lehet lak, ha közel vagytok nagyon. Igen. Lehet, hogy ez a természetes élőhelyük itt. És az is természetes, hogy neki csapódnak a falnak? Igen, meg hogy belemennek így, hogy, ja. Rohadt jól néz ki ez is, basszus. Igen, szép. Amúgy ez az erdő is nagyon-nagyon szép. És nagyon hangulatos így szállni így a fák között. Egyébként igen. Lehet, hogy vihetnénk ezekből saplinget is, nem? Aha, Fairwoodból. Békés erdő, itt senki nem maradná, hogyha Bencét kinyírnám. Hogy Jézusom, te tényleg néztél, vagy Varus. Elvétve egy-egy világító mékkas. Ott van egy ilyen szalmabál ember. Falut is látsz? A falut is megnézhetnénk. Ha valakinek kell kaja, akkor most itt van, meg lehet enni. Igen. Ez is egy ilyen zseniálisan... Vigyázz, zombi spawner van alatta. Igen, tudom. Itt van egy ilyen obszidián oszlopokkal körbevett chest, ahol ilyen viszpek vannak. Mindjárt megnézzük. Ugye ezek nem tudnak felszállni. Akkor kaját még szedjük össze. Ezt mivel lehet a leggyorsabban szétszedni? Nem tudom. Szétszedni mit? Szalmabálát. Itt van egy... Nem tudom, kell nekünk eszedül. Nem kell eszedül. Viszont... Hát nem tudom, hogyha esetleg egy lovat szerzünk. Van itt egy világító még. Kidobtam a helybálákat. Hova? De fa tetejére. Ja, jó, oké. Na, hol van a falu, Varus? Hát 3300 és 4300. Ja, megvan. Ha egészen felszállsz, akkor itt a tom mögött. Nagyon költségtudatosan építkeztek, és logikusan, hogy ebből a házból hogy jön ki. Halló, kedves uram, hogy jön ki ebből a házból? Ó, itt egy Kovács János. Ládából kiszedtétek, ami benne van? A obszid János? Aha. Én kiszedtem, ami értékes volt, igazából volt benne egy ilyen világító méhecska. Redstone alloy kell nekünk?
Vagy ezt könnyű csinálni. Micsoda? Mit csipog így? Ez mi ez? Ez egy zöld kolibri. Mit csipog? Megöltem. Én nem hallok de... csipogást. Hát most már nem. Ez egy zöld kolibri volt. De nekem az kellett volna. Ó, oh, és itt egy ilyen iszonyatosan durvan virágos rét is. Ahol... Messziről nem durva. Hát azért végignézve ezen azért elég látványos. Ez, nincs nem egy... szóltam. Micsoda? Nem szóltam, most már látom. Hát, igen, szóval jó, ez egy elég durva. Keressünk olyan blokkot, ami nincs semmi. Igen, nincs egy olyan blokk sem, ami ne lenne virág. De itt van. Milyen van, jó talál, lenne de... egyébként. Aha, itt az olaj mellett. Milyen jó emberek... lenne itt építkezni, nem? És tényleg. Itt van egy blokk, ami nincs semmi. Itt is van egy. De kíváncsi vagyok valamire egyébként. Mire? Hihetetlen. Hogyha kiöntök egy üveg vizet a rétre, akkor a tered, vagy a virágok megfogják? Elméletileg elsodorja a virágokat, nem? Elmossa. Ó, oh, az ilyen oddly satisfying lesz. Ah, tényleg. Aha. Ó, egy virág, izé. Csak valahogy így. Ó, mennyi, ez az összes tulipán. Ez egy tulipán farm. Tulipán taposó. Jaj. Viszont na. Itt van még ilyen oltár. És nézzek, egy csomó teljesítettem fent. Egy küldetést. És kiszedi össze, nézek, folyik és folyik és folyik. Hol rosszak? Ó, látom, hol rosszakodtak. Milyen és küldetés? Folyik. Virágokat kell gyűjteni, és azt most itt be is gyűjtöttem. Ó. De milyen, van ilyen küldetés? Aha, volt valami naturás. Aha. De ez naturás? Nem tudom, lehet felszedtem egy olyat. Hol a source block? Na jó, ez alatt a 2-3 vödör víz alatt összeszedtem 56 darab sima tulipánt, 64 darab pirosat, 64 ezek darab a rohadt hangok megint? Orange-ot, hihetetlen. Valami csiripel. Csak nem egy piros kolibri. Gyertek ide! Hol az ide? Megyünk. Jézusom, repülnek felém a virágok. Legalábbis egy pillanatra olyan volt, mintha így repültek volna felém a virágok. Hol? Hát amit nem tudom, tartani? Hogy ez mi volt. Itt én Andinak ezt kéne mutassuk így. Á, ez így nem jó. Így. Az ott mi? És van itt egy csomó ilyen oltár. Közben ezért megeszem a banánom. Amint a... Jó, itt vágyat. Ezt az ezért, amit szerettünk. Ejha! Merre vagytok? Item turret. Hűha. Szafarinet megint. Aha, item turret mi fenterem? Turretet lehet építeni belőle. Safarinet. Én magjaink már vannak. Ezeket nem hozom magammal. Jó étvágyat. Disposable item turret. Mi a jó édes? Elég, hogyha mindegyik tulipán típusba hozok 64-es pakkot. Szerintem az bőven elég, úgyhogy... Jaj, biztos vagy benne? Annál többet én nem akarok most. Hát figyelj, most termeszteni akarod, dekorációnak akarod. Hát mindenhova. Megcseng egy... otthon és megcseng egy olyan kis retet. Retet, itt egy floppy disk. Aha. Ez a mazer. Open computer, ez van computer? Nem tudom, de floppy, úgyhogy visszük. Találtam egy gyűrűt. Kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Tényleg nekem is van egy gyűrűm. Mundane ring. Milyen modból van betéve? Hát gondolom bubbles, mert... Towncraft. Ja, az... akkor ez csak olyanok, mit tudom én, hogy... Hogy visp költséget csökkent, meg ilyenek. Mindegy, felvettem. Ezt nem így akartam. Úgyhogy most van egy gyűrűje a darázsnak. Hát akkor még feltetsz rá. Látszódik egy, de hogy látszódik rajta. Minden lábára egy gyűrű. Itt egy griff. Itt meg ilyen... kettő griff. Itt van griffetek? Itt meg ilyen szekták? Vagy amúgy ezzel mit lehet csinálni, azon kívül, hogy jól néz ki. Hú, te komoly, tényleg. Te olyan a Towncraftos, mit lehet ezzel csinálni? Ez ilyen nem volt a Regrove-ban. De alatta viszont ez a kis auranod már annál inkább. Hol? Ami elég látszik. Hát. Vigyázzatok! Griff. Megy a griff. Griffer. Ott egy house. Jó, ott egy házikó, az meg... megint egy roguelike dungeon. De ez milyen hangulatos, már nézzétek csak így a erdő közepébe, tehát nagy házak alatt, mondjuk a lebegő fa alatt egy kis házikó. Lebegő fa alatt. Egy kis egy téglaépítmény, ez baromi jól hangulatosan néz ki. Igazából van benne rendes ágy, ami nem rózsaszín. Rózsaszín. Rózsaszín, kapacsán. Nézd, ott valaki belefosott ebbe a kis tóba. De. Ott
egy vízi hive. Savage, vagy nem tudom, mi ez? De miért? De mi ez? Sewage. Sewage? Ez hungert okozott, slowness-t okozott, meg poison-t okozott. Hát mert talán Ez micsoda? Nem tudom, de keverjük vízzel. Nem lehet. Jobb lesz. Nem lehet. Nem, mert vissza kell belőle. Ilyen szennyvízszerű valami? De, sewage az szennyvíz, tessék. Aha. És most akkor miért visszük ezt magunkkal? Fúj! Hát, mit csináltok itt? Biztos hatékonyabb lesz arra, hogy így a virágokat a rétről... Hát figyelj amúgy már. Lehet, hogy tényleg ahhoz köze van, nem? Figyelj. Virágok gyorsabban tudnak nőni mellette, vagy mi? Hát nem a virágok, hanem a különböző termények. Tehát a sewage az szennyvíz. Hát van benne drágya. Sewage. Amúgy Andi, itt egy kutya. Kutyus! Meg fogja ölni. Bernát hegyéje? Ilyenünk még nincsen. Aha, mindjárt. Nem is lesz, ha. Gyere, Pongo. Pongo? Aha. Te gyorsan adtál neki nevet. Nem adtam, random ad nekik neveket. Aha. De kár. Te most jön utánam? Azt hittem, hogy a Buddy meg ezeket a neveket is te adtad. Egyébként emberek, tűzijátékos helyet találtam. Hol? Itt. Ja, tényleg, csak ez kicsit furán van megoldva. De miért a sok tűzijáték, ez nem fura. Hol van az itt? Mondom, hogy földön kívülieknek lehet jelezni vele. Nincs fönt fölötte? Nincs. És alatta nincsen semmi? Én is azt nézem. Én azt nézem, hogy van itt egy ilyen vízoszlop az erdő közepén. Atyaig, nézzétek már, mibe ástam bele. Mibe? Ez az, ami működteti valószínűleg a... Ez ami redstone-szerke? Igen. Csak... Hát, sima hopper klokkokat látok itt. Szerintem ezek azok, amik ellátták jelen. Húzzuk meg ezt a kart. Van kar. Aha, és most be is indult. Gondolom ott fent. Viszont ez itt... Honnan vezet ez ki? Aha. Dungeon. Terrasztél pigekszel ástál le? Ez mi ez? Én csak itt élvezem a műsort. Lámpák. Terrasztél pigekszel, igen. De durva. Itt nincsenek szörnyek, ez fura. Dungeonnek ezen a részén. Viszont este van, és pont most lett vége a tűzijátéknak. Hát ja, nem, mi, ennyi kilőtte ez vagy? Ilyen kis költségvetési tűzijáték volt. De én nem, még lövöldöz. Ez szép. Ugye ezt nem tenni magatod? Nem. Milyen szép a tűzijáték mellett, hogy ott vannak a hotbáros itemjeim. Ez a falu a vízre épült. Rowan berries. Ezek nem normálisak, ezek a falusiak. Jézusom, ezek tényleg... De még az utak is a víz alatt vannak. Hát volt egy sajátos ízlésük. Biztos ez ilyen... Hogy hívják azt a várost, ahol lehet így a házak között... Velence. Velence, na az. Velence. Szóval valószínűleg ez ilyen velencés típusra van épült. Vagy ezeken a lilipedeken kell ugrálgatni így a egyébként házak jó, között. De mintha ezt már láttam volna ezt a falut, vagy nem? Vagy láttam egy hasonlót valamikor? Hát valószínűleg valami hasonlót. Ja, aha. Csodálatosan generálja a játék a falukat mostanában, úgyhogy, vagy falvakat. Falukat? Faluka. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Van itt mindenféle villager, Tomcraftostól kezdve. Mad Scientist. Ez micsoda? Nem tudom, emberek, a Mad Scientist az nem az, amit láttunk a legelső faluban bementünk? De. Akkor oda kéne menni megkeresni. Hát az... Majd visszamentünk szerintem, nem? Másik bázishoz. Aha. Logikus. Meg szerintem annak úgy lenne értem, hogyha mind a hárman át tudnánk alakulni Androidra, úgyhogy ezeket a robotokat kellene először is levadásznunk. Van egy nagyon nagy halom robot cuccunk otthon. Misztikus virágító virágok vannak itt, voltak. Mert jött a Switch Water. Basszus, megtámadtam a Pongót. Azt hittem valami random kutya. Pongo, nem Bongo. A Pongónak mondtam. Bongo tudja, hogy Bence meg fogja szívni, hogyha megüti a Pongót. Mert utána már csak banánpüré marad.
Városkapunál folyik be a Sewage Water. Finom. Ezt lassan induljunk el visszafelé. Menjünk vissza egy csikor. Aha. Ja. Elég messzire eljöttünk, láttuk ezt a helyet is. Jó. Hát én megyek egyenesen a vakáció hely felé. Akkor én is visszaindultam. Hát gyönyörű egyébként itt ez a vidék így. Ó, itt egy... Ó, Bence, ennek milyen fegyere Bence, van. Ma még nem evett semmit, fogadjunk. Dehogy is, ha most keltem fel, ez volt az első, hogy idejöttem a géphez. Ó, az mi az? Mi Jézusom, az? Mindjárt meghalok! Mit az találtál? Jó dolog, de nem tudjuk, hogy hol vagy. Ne! De? Meghaltam. Mi jöhet meg? Valami nagyon turva. Koordináták esetleg? Most a nyaralónál vagyok, mert meghaltam. De a Death Point-ból ki tud olvasni a koordinátákat. Itt egy újabb slime-os szigetket, ez jól néz ki. Megnézhetem. Bence, maradj a slime-os szigetként, mert megtalállak. De ez egy újabb. Igen, de ott vagyok én is. Mondom. King slime. Valahogy ez egy harmadik? 3897, 3797. Hogyha esetleg arra felé jártok, ott nagyon-nagyon durva dolgok vannak, de tényleg. De mi az, ami téged megkecsmerített megfele? Hát most nem látom. Itt van még egy ilyen fekete szellemgyerek. Valami. Creeper, öld meg. Na várjál, felöltözök aztán. Megyek. Na, a Creepers asszisztolt engem. Ez lő! Ez mi ez, Alila? Ebből lehet, hogy el kell vinni, ilyet még nem láttam, úgyhogy biztos értékes. Mi jó félét? Soulfire. Fuel hát, for... Ó, 580 másodpercig. Szerintem az a lila cucc, az jött ki a halott mennyasszonyból. Lehet. Na jó, akkor menjünk vissza. Fúj, kiszennyvizelt ide. Hát, Varus volt. Jó, elmossa a szép növényeimet. Na. Oké, szóval köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt, és ne felejtsétek el megnézni tényleg a leírásban az új görénymelós cuccokat, úgyhogy reméljük, hogy Playten is ki tudjuk őket vinni, ott tudnak lenni, és akkor ott is tudtok velük találkozni. De ennyit szerettünk volna, találkozom egy következő epizódban egy vendégszereplővel, addig is még minden jót, és sziasztok! Hello! Sziasztok! Ki legyen a vendégszereplő?